Több mint 2000 tanár jelezte máig, hogy elhagyná a pályát, ha a kormány bevezeti az új státusztörvényt. A pedagógusok bő 2 nap alatt az A-hang felületén írták alá az erről szóló nyilatkozatot. A Magyar Helsinki Bizottság belügyminisztériumhoz eljuttatott részletes véleménye szerint a javasolt módosítások számos ponton sértik a pedagógusok alapvető jogait, így a véleménynyilvánítási és a tanítási szabadságukat. Így tiltakoztak a Nemes Nagy Ágnes szakgimnázium pedagógusai össze, hogy az alacsony bérükre hívják fel a figyelmet. A szakszervezetek szerint valódi bérrendezésre van szükség. Az új köznevelési tervek, azaz a státusztörvény júniusi bevezetésével nem rendeződik a helyzet. A Híradónknak nyilatkozó pedagógus azt mondja, a státusztörvény valójában a modernkori rabszolgatartást teszi lehetővé. Arcát és nevét kérésére nem mutatjuk. Az, hogy elveszik a szólásszabadságomat, hogy én nem tiltakozhatok, hogy iskolán kívül sem mondhatom el a véleményemet arról, hogy ez így nagyon nem jó. Tehát lényegében betapasztják a számat. Ez egyszerűen teljes mértékben vállalhatatlan. És azzal, hogy én nem nyilatkozhatok negatívan, nem kritizálhatom ezt a rendszert, én úgy gondolom, hogy ezzel cinkossá válok. Ezért ő is aláírta az A-hang oldalán, hogy elhagyná a pályát, ha jön az új köznevelési státusztörvény. 2 nap alatt szombatig több mint 2000 tanár jelezte ugyanezt. Nagy Erzsébet arra számít, sokkal többen is feladják az állásokat, ha a státusztörvényt elfogadja a kormány. Szerintem ez a kormány felé egy nagyon fontos üzenet. És egyébként fontos üzenet az unió felé is, hiszen a kormány egy olyan vállalást tett, hogy a pedagógus pályát vonzóvá tevő törvényeket fog alkotni. Hát azért azt hiszem, hogy ez az akció is mutatja, hogy ez a törvénytervezet nem ilyen. A státusztörvény számos ponton sérti a pedagógusok alapvető jogait, így a véleménynyilvánítási és tanítási szabadságukat. Erről már a Helsinki Bizottság beszélt. Elveszi a jogot a tantestületektől arra, hogy a pedagógiai programot meghatározzák, tehát akármerre nézünk, valójában csak korlátozásokat látunk, és a jogok szűkítését. Ezért a bizottság egy részletes véleményt javasolt a módosításokkal kapcsolatban, amit a belügyminisztériumhoz küldtek el. A társaság a szabadságjogokért pedig a helyzetben elvárja, hogy a kormány jelenlegi formájában ne terjessze be a tervezetet az országgyűlésbe, ugyanis kritikus pont, hogy nem volt egyeztetés a törvényről. A megalkotásának a folyamata már eleve nagyon problémás, arról nem is beszélve, hogy valójában azok a változtatások, amelyeket itt végre kéne hajtani, tehát legyen szó akár a pedagógus béremelésről, akár az óraterhek csökkentéséről, azokhoz nem kell egy új pedagógus státusztörvény. Az aláírásgyűjtést a státusztörvény ellen sajtóinformációk szerint a Pedagógus Egység, a Magyar Anyák csoportja, az Emberi Jogi Nevelők hálózata, illetve a Hivatlanul hálózat is támogatja.